Ocsovai Damiánnal beszélgetek, aki hamarosan itt a Palóznaki Jazz Picnic-en koncertezik. Szia! Szia! Mörk, Perrin, Random Trip, és még sorolhatnám, rengeteg formációban zenélsz, hogy bírod ezt energiával? Igazából elég jól, vannak ilyen-olyan periódusok, nyilván amikor az ember kicsit besokal, de én szeretem a pörgést, és nagyon örülök, hogy ennyi helyen és ilyen zenekarokban játszhatok. Ráadásul ezek külön stílust is jelentenek. Melyik az a zenei stílus, műfaj, amelyik a legközelebb áll hozzád? Ezt nehéz megfogalmazni, hogy egyáltalán vannak-e stílusok, vagy milyen stílusok vannak itt 2022-ben. Én azt mondanám, hogy olyan zenét játszok, és olyan zenét szeretek játszani, ami megmelengeti a lelkemet valamilyen formában, és ez teljesen mindegy, hogy milyen. Ma este itt a Palóznaki Jazz Picnic-en a saját neveddel, fémjelzett trióval lép színpadra. Ezzel a trióval mi a te célod? Egyébként mikor alakultatok? 2020-ban alakultunk, tulajdonképpen igazából a Covid időszak hozott össze minket olyan szempontból, hogy volt időm saját dalokat írni, és volt időm végre foglalkozni ezzel az úttal is, és megkeresni a zenésztársaimat. És hát a célunk az igazából ilyen önkifejezés, közös együttjáték, jól érezzük magunkat, és hogy átadjunk valami olyat a közönségnek, ami eljönnek egy koncertre, és hogy ne úgy menjenek el, ahogy leültek, hanem valami teljesen más állapotban. Mennyire tudsz erre a trióra fókuszálni egyébként a rengeteg, meg annyi teendő mellett? Igyekszem, rajta vagyunk elég magas hőfokon, hogy nyomjuk, és reméljük, hogy majd a később évben még jobban bepörgünk. Nyilván most ez az első nyarunk tulajdonképpen, ahol kicsit komolyabban nyomjuk, és több koncertünk van, de reméljük, hogy a jövőben még több lesz. Azért azt mondjuk el, hogy ki mindenkivel zenélsz együtt ebben a trióban. Ez nagyon fontos. Heilig Tomi basszerozik, és Boros Levi dobol. Egyébként mára milyen repertoárral készültetek, milyen muzsikát hallhat majd a közönség tőletek? Saját számokat, nyilván az a célunk, hogy minél több saját szám legyen, de van egy-kettő feldolgozásunk is, és lesz egy-két ilyen jammelős rész, nagyon szeretjük élőbe csinálni, és azzal is átadva ezt a spontaneitását az egész lényünknek, mert mindannyian nagyon szeretünk így alkotni. Azt fontos rólad elmondani, hogy jazz ének szakon tanulsz a Zeneművészeti Egyetemen. Hogy állnak jelenleg a tanulmányaid? Tanultam. Ez tanultál? Most már múlt idő. Aha, igen. Akkor végeztél itt? Nem végeztem, hanem ott hagytam. Oh. De... akkor lehet, hogy ebben nem kellett volna belekérdezni? Nem baj, egyáltalán nem baj. Igazából szerintem mindenek megvan az ideje, meg nem tudom. Igen. Akkor ezt a vonalat el is szeretnéd engedni? Nem, attól függetlenül az éneklést azt folytatom. A triómban mindenképp. És azon kívül is, hogyha adódik úgy alkalom, akkor nagyon szívesen. Akkor ebben a trióban is hallhatunk tőled akár éneklős dalokat igen, is igen. Ezen a az az alapja, is. Igazából az éneklős, zongorázós. Milyen terveid vannak még erre a nyára? Akad esetleg időd arra is, hogy itt maradj mondjuk fesztiválozni a Palóznaki Jazz Picnic-en? Mert azt tudom, hogy visszatérsz majd szombaton, ráadásul két formációval is színpadra lépsz. Igen. Hát külön fesztiválozni nem, idén nem, de remélem, hogy jövőre le tudok majd úgy jönni, hogy csak pihenésképpen. Hát remélem, hogy a koncerteket is fogod élvezni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. Every breath your lungs will take in, every beat your heart is making, every song you're keen on singing, spirit be the food for now. Tick-tick-tick-tick, your life won't be wasted. Ooh, it flows like sand. Getting everything right, but for that you're missing. Ooh, it drives you mad. Being someone else is no use. Trying to fit in your own shoes. Utilize the power within you. The spirit.
it be the food or no. Tick, 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 tack, your life won't be waiting. Ooh, it flows like sand. Can't deny but they fly, but a form that you're missing. Ooh, it drives you.